kiállítás nyílt a Szent László alakja mondáinkban című rajz és képzőművészeti pályázatra beküldött alkotásokból február 14-én a Közösségi Házban. A Szent László Gimnázium által meghirdetett pályázatra két kategóriában összesen 37 alkotás érkezett. Az ünnepélyes megnyitón Juhász Jánosné tagintézmény vezető köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, hogy a több éves hagyományra visszatekintő eseményen a pályázat témáját ezúttal a Szent László évhez kapcsolódóan választották, így az Árpádházi királyok korszakához köthető alkotásokat vártak. Én azt gondolom, hogy itt mindenki nyertes. Nyertes azért, mert egy témával foglalkozott, egy téma kapcsán ő végig gondolt nagyon sok minden, elképzelést fogalmazott meg magában, annak a megvalósításáért megtett mindent. Hozzátette, a diákok új dolgokat és látásmódot tanulhattak és ismerhettek meg, amit a későbbiekben is hasznosítani tudnak majd az alkotások elkészítése során. A beküldött pályaműveket Jacsó Balázs, a gimnázium rajz és vizuális kultúra szakos tanára értékelte, aki az alkalmazott technikákról is beszélt. Alapvetően azokat a technikákat részesítették előnyben, amelyek úgy gondolom, hogy hozzájuk korban legközelebb állnak, legkönnyebben kivitelezhetőek. Tehát a grafit rajzokat, akvarelfestményeket, tempera alkotásokat láthatunk, illetve vannak olyan alkotások, amiket egy picit eltérőek, vannak üvegfestmények, monotípiek, van ami szövéssel készült, eléggé speciális alkotásról van szó, van ami egy string art nevű, amikor is a fonalat használja fel az alkotó, de egy picit másolja, mint a szövésnél, és viaszkarcot is láthatnak itt a kiállításon a nézők. Az általános iskola 5.-6. osztályos tanulói közül Lukács Zsombor, míg a 7.-8. osztályosok közül Kós Kamilla végzett az első helyen. A fiatalabb korcsoportban Tamási Máté szerezte meg a második helyet, míg a harmadik helyen Dobos Gergely és Balog József végzett. Az idősebbek között második lett Szabó Alexandra és Hajdú Patrícia, míg a harmadik helyért járó elismerést Loj Tünde és Petrán Benedek Lajos vehette át. Külön díjat kapott Gáspár Dóra és Lázár Eszter. A tárlatot március 1-ig lehet megtekinteni a Közösségi Ház aulájában.